Mária Pócson az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség rendezvényén főként a fiatalokat érintő témákról beszélt hazai és debreceni viszonylatban paplászló. A polgármester arról közösségi oldalán számolt be. A városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy 10-15 évvel ezelőtt Lada motorok voltak a debreceni szakképzésben, ma viszont már a legmodernebb BMW motorokkal és autókkal találkoznak a tanulók. Ez számukra egy óriási lehetőség. Emlékeztetett, hogy a BMW gyára a második százfős évfolyamot indítja az oktatási központjában, akiket a megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező diákok közül válogatnak ki. Paplászó arról is írt, hogy az oktatás mellett a fiatalok számára rendkívül fontos a szórakozás is. Ez év tavaszán adták át a beugromot, a fiatalok legújabb közösségi terét a belvárosban, amelyet a diák önkormányzattal közösen az ő ötleteik, elképzeléseik alapján valósítottak meg.